Számos izgalmat tartogatott az Aliszkabau 48. Gemenc nagydíj, aminek mezőnye Tolna megyét átszelve mérkőzött meg egymással a kétnapos rendezvényen. Az első etap hivatalosan 163,1 km-es távján a Voster ATS Team lengyel versenyzője, Damian Papierski bizonyult a legjobbnak a nemzetközi mezőnyből. A magyar sportolók közül pedig Karl Ádám Kristóf, az Epronex Hungary Cycling Team kerékpárosa ért el a legjobb eredményt. Legutóbb U19-esként voltam itt, már akkor is nagyon nagy hangulata volt, és most is nagyon, vagy hát itt voltak szurkolók, úgyhogy előjött belőlem a régi hangulat, úgyhogy tetszett a verseny igazából. 166 km szakaszunk volt, elég meleg volt, hát nem volt egyszerű. A végén, hogyha voltam, a 10-be bejöttem, mondjuk ennél többet szerettem volna elérni, de elégedett vagyok a mai napban. Az utolsó 200 méter volt, ami kis bonyodalmat okozott, mert volt egy jobbos kanyar a macskakő előtt, és hát itt majdnem bukásba keveredtem elől. Mert nem is tudom, egy olasz versenyző irányt váltott, de nagyon hirtelen. De hát szerencsére ezt megúsztam, viszont mint az eredmény, az nem lett a legfényesebb. Az első nap emelkedőkben nem túlzottan bővelkedett, így kimondottan sprint szakasznak volt nevezhető. Ezáltal a mezőny sem tagolódott szét nagyon, szinte egy bolyban érkeztek meg a Béla térre. A második napra azonban igazi hegyi szakaszt raktak össze a szervezők. Ez annyiból lesz a mai napnál is talán izgalmasabb, hogy háromszor másszuk meg a szálkai emelkedőt a keleti oldalról, tehát az 56-os út felől, a Duna felől. Innen még a Gemenci nagydíj soha nem ment fel erre az emelkedőre. Úgyhogy ez valószínűleg egy komolyabb szelekciót hoz majd a versenybe, és nagyon szép hegyi hajrákat láthatunk majd a Mausz kápolnánál, ahol egyébként egy kihelyezett szurkolói zónánk is lesz. 127 km után, három darab hegymászás és 127 km után térünk majd vissza a Béla térre. Majd a versenyzők egy kicsit elmennek pihenni, utána egy kerékpáros fesztivál veszi kezdetét, tehetségkutató versenyek lesznek, utána utánpótlás versenyzőknek versenyek, lesz egy kis kerékpáros felvonulás, egy kis jambori mindenkinek, aki szeret kerékpározni, őket nagyon szeretettel várjuk ide. És végül este 8 órától pedig a Pálinkás Csaba emlékverseny, ez a régióban egyedülálló villanyfényes háztömkörű verseny veszi kezdetét. A nagyjából egy órás sprintversenyen 28 kört teljesítettek a versenyzők Szekszárd központjában. A kétnapos kerékpárverseny legjobbja és győztese az új-zélandi Luke McVeigh lett.